Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a libazsírt, amit ezúttal édességbe fogunk folytani. Azért, mert hogy meg tudtam szervezni, hogy Gabika, aki egyébként a Szamos Marcipán maga, és Kelényi Szamos Gabriella, eljöhessen a libazsírba, és végre kidumálhassuk azt, amire én mindig kíváncsi voltam, hogy a marcipán az miből van. Tudom, hogy mandulából természetesen. És honnan van az elnevezés? A marcipán, azt is tudod? Azt nem tudtam, hogy tudod. Nem, hát hogy miért szamos marcipán? Nem. Nem? Ja, marcipán nem. Nem, nem. Biztos valami német egyébként, szerintem valami német. Hát de már a Mátyás király asztalán akkor ott volt olasz, a marcipán figura. A Mátyás királyadnak meg mindenféle igen, olasz behatása régi. Volt. Többféle eredete van, hogy honnan. Na de hogy ez az egész zseniális szamos legenda honnan indult el, azt azért elmondhatod, mert mi onnan ismerjük be egymást nagyon régen, hogy ilyen szülői értekezleten együtt hervadoztunk. Ezelőtt szerintem 40 évvel körülbelül, de kicsit kevesebb, mint 40, mert hogy egy osztályba jártak a kölkeink, és aztán egyszer még a Gabit becserkésztem mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még a Kossuth Rádióban akartam földeríteni a marcipán történetét, és az nagyon élvezetes volt, és hát attól szamos, mert az édesapád szamos. Igen, és ő alapította. És ő alapította. És ő honosította meg Magyarországon ezt a marcipán figurákat, rózsát, van is egy szlogenünk Beheriwántól, hogy a rózsából indult ki az egész. És ez a 40-50 évet így végigkíséri. Cukrász volt? Az apám, igen, egy nagyon-nagyon jó cukrász. Augustéknál tanult 1935-ben, ott volt Inas. A mai Dériné helyén volt akkor is a cukrászda. Papa kapott egy padlásszobát, és ott tanult. És az Augusték hívtak egy dán cukrászt, hogy mutassanak meg dolgokat. Hát, és akkor a cukrász mutatta ezt a marcipán rózsakészítést. És akkor apám, mint kis Inas, elcsent egy darabot, fölvitte a padlásszobába, és egész éjjel gyúrta. És reggel levitt így a kollégáknak egy marcipán rózsát, és hát elámultak, hogy gyönyörű volt. És akkor szoktuk mondani Beheriván szavaival, és ekkor beleszerelmesedett a marcipánba. És ez végig kísért az egész életét. Mandulához közel mandula és cukor. Szoktam is mondani, ha nem teszünk a kávéba cukrot, akkor egy kis marcipán bombot nyugodtan kapjunk be. Ja, hogy pótolhassuk a kieső édeséget. Én például ezt nagyon szívesen követem, nem teszek a kávéba semmit, és sok kis marcipán teszek helyette az mandula egy cukor. Jó, a cukort nem szeretjük most, de a mandula nagyon jó. Te mesélted nekem, hogy hengerelik a masszát, én mindenféle ja, igen, ez nem egy könnyű. Házilag nem is lehet csinálni marcipán, mert ilyen gránit hengerekkel, gépbe, varcinak hívjuk, vagy hengergép, és a rést a hengerek között kell csökkenteni. Amikor bedobod a mandulát, a cukrot, akkor még átmegy, és akkor szorítod össze, és akkor jön ki a puha massza. Hát annál finomabb nincs. De oda menjünk még egy kicsit vissza, hogy apukád... Azt hittem, hogy menjünk oda egy kicsit megnézni. Én szívesen menjünk gyárakba. Én azért lettem tévés, hogy gyárakba üzemekbe járhassak. Hogy vezették be Magyarországon? Tehát hol lehetett először kapni meg? Attól kezdve apám, ha tortát kellett díszíteni, készített rá marcipán rózsát. És a 60-as években, az 50-es végén, 60-as években országosan elhívták ilyen áfészek, ilyen vállalatok, Szamos Mátyást a rohamutcai termelőbe, hogy mutassa meg a kollégáknak, hogy annak idején a dál megmutatta nekünk, vagy neki, most a papa járta így az országot. És ő terjesztette el a marcipán figuráknak. Igen, de a papa fantasztikus ügyes volt. Ez azért művésznek kell lenni. És azok a cukrászok ugyan megnézték, hogy készült, de nem tudtak csinálni. Nem voltak hát a ügyesek. Hát ez egy kis szobrászat végül is, nem? Igen, egy kézügyesség. És akkor annyira mondták, hogy a papa csináljon nekik 10 darabot, 20 darabot, mert akkor hétvégén csak ráteszik a kéztortára. És egyszer csak jöttek a megkeresések, hogy Matyikám, csinálj nekem. A Pardél-Budai vendéglátóipari vállalatnál dolgozott, és munka után, fusiban csinált ilyen rózsákat. Tehát a papa reggel 4-kor bement a vállalatához, hazajött, evett, azt leült a márványasztal mellé, és rózsát gyártott. Mi volt az első figura? Ami... Az később jött. Szóval nagyon sokáig rózsáztunk. Mert és mi... te is megtanultad? Hát persze. Hát gondold el, hogy volt a József körülti lakásom, volt egy kis cselédszoba, és az papa berendezte műhelynek, és ott készültek.
És úgy, hogy a bátyám készítette a marcipánt, vitt el hengerelni, varszízni egy kollégához, akinek volt ilyen gépe. Mi az öcsémmel meg leültünk a papa mellé, és a papa kirakta a kis golyocskákat, igen, úgy hengerből levágta, kirakta a rózsaszirmokat, kisimította. Na ez fizikai munka volt. Ezt mi gyerekek nem tudtuk vállalni, de amikor a papa fölszedte és rózsát készített, és mondjuk ötöt megcsinált, mi öcsémmel csináltunk egyet vagy kettőt. De az már akkor az is számít. És akkor én elvittem, meg hát aki ráért, elvittük a cukrászoknak. Eladtuk, hazafelé vettünk húst, kenyeret, vajat, így éltünk. Így indult a biznisz, így. És a legenda. És milyen festékkel festettétek be a rózsát? Te aztán nem tágítasz, minden részletet meg akarsz. Gyógyszer. Tehát lehetett venni, igen. Engedélyezett volt a József körúton, ott a Csepregi utca sarkán egy ilyen kimondott üzlet, ahol ilyen grammokba mérték a piros-sárga festéket. Ott vettük. És ez így ment, és én emlékszem, érettségi után már udvarolt a férjem, mikor mi elmentünk este színházba, vagy táncolni, hazajöttünk, és a papa még mindig ott ült és csinálta a rózsákat, miközben másnap 4-kor kelt. És ez rossz volt nézni. És akkor mondtuk papának, hogy legyen ez a foglalkozása. Mondjon fel a munkahelyen, és ne csináljuk ezt, hanem reggel üljön le, és készíts, olyan sokan kérnek tőled. És akkor kezdve, hogy 13 éves voltam, akkor nem, később. Mindegy. Azt hiszem nem számít most, hogy hány vagyok. Annyira kicsit izgatott vagyok, hogy nem tudom figyelni. Hogy megírtuk a fölmondást a vállalatánál, hogy ő majd ezt csinálja. Mindent elintéztünk gyönyörűen. Ki jelentette föl? Nem följelentették, nem adtak engedélyt. Na, hát én jelenleg gondoltam. Mostában megtaláltam ezt a papírt, gondoltam bekereteztetem, és kiteszem mind a 21 cukrászdánk falára. Ezt írták. A szocialista szektornak nincs erre szüksége. Tényleg? Úristen. Éreztem, hogy ez, nem tudtam, csak éreztem, hogy ez lesz a poén. Csak én azt hiszem, hogy valaki és betartott. Akkor tovább maradt az életforma? Hogy nem, maradt... ne, akkor már észrevették, hogy a papa ezt csinálja, és azért a Kádár irában mondták, hogy szabad fusizni, mert nem kocsmába megy az apám, meg nem lover sem, nem tudom, hol lehetett még járni, hanem dolgozik, és a gyerekeit tanítatja, neveli. Maszek. Nem, már maszek. Fizetett adót. Uh-huh. A fusizó nem fizetett. Uh-huh. És mi ebbe a kategóriába voltunk, tehát muszáj volt elhelyezkednie, és Pilisvörösváron egy volt barátja, kollégája megengedte, hogy bemenjen egy nagyon pici kis helyiségbe, gyártsa a rózsáit, amit aztán elad az országos szinten, és az ő neve alatt adja el, és így. És képzeljétek el, hogy milyen a sors, hogy elment apám egy sváb bálba, és ült mellette egy ilyen joviális, idősebb úr, és kész, hát mindenki beszélget, hogy ki mit csinál, és a papa elmondta, hogy hát ő így járt, hogy nem kap engedélyt, nincs ipar, mert ilyenre nincs szükség, ez nem is értik, hogy mi ez. És akkor azt mondta ez az úr, hogy én vagyok Pilisvörösvár tanácselnöke, én adok magának engedélyt, ha maga ebből meg tud élni, akkor csinálja. Tehát ugyanaz a rendszer, ugyanaz, csak más hozzáállás. És így kezdődött a dinasztia. És akkor ilyenkor szoktuk mondani, hogy így lett Pilisvörösvár Marcipánia fővárosa. Marcipánia fővárosa, ez nagyon jó. Nagyon jó doma. Figyelj, és azóta egyébként hát azért eltelt egy pár évtized, és ebből lett egy birodalom, mert ugye 21 üzletetek van, és hogy a gyerekeid lassan átveszik a... Már átvették. Már hát átadtad? A fiaim 45-47 évesek, és ott vannak a feleségek. Mindenki benne az van. Az első figura mi volt? Az első figura, hogy a papa gyártotta a rózsákat, és az Auguszt kérdezte tőle, az öreg Auguszt, a elemér. Matyikám, te olyan ügyes vagy, és annak idején csináltál figurákat is. Most nem akarsz marcipánból? Ez volt az első felkérés, és papa akkor elkezdte. Kiskutya. Kiskutyát csinált, emlékszem, amikor kigyúrta az anyagot, fölvágta, és akkor így formázta. Úgy szerettem nézni. Szóval azok a mozdulatok, és akkor leteszi a márványasztal, és ott egy kiskutya. És a te kezedben is benne van?
Nincs úgy. Mert rózsát simán tudtál rózsát csinálni. Rózsát tudok, azt mindenki tud a családban. Igen. Mindenki, de azért, na jó, hát azért most hazamegyek és kipróbálom. Tényleg, ültesd le az unokákat is, hogy kinek, kinek van a kezében a rózsa legalább. És képzeljétek el, hogy a férjem udvarolni kezdett, hát nem voltunk el ezt a pénzem, mert egy mozi is még probléma volt, vagy a kaszatojás a mézes mackóba, aha, de szerette. És akkor azt mondta valaki, hogy hát miért nem dolgozunk be apámnak? És akkor elkezdtünk bedolgozni. Egyetemisták voltunk, és a házaspárt csináltuk, mert azt préselni kellett és kifesteni. Ja, persze a tortákra, az esküvői tortákra. Szóval így indult, hogy az egyetem mellett így pénzt kerestünk. Igen, ám, de a Gyula mérnöknek tanult a férjem. Te bölcsész voltál? Nem, matematika, fizika szakos. Ja, hát akkor neked rendes. Ó, akkor te értesz valamihez. Volt, gépészmérnök. Üzleti terveket akkor te rakosgattad. Ja, nem, nem. Itt tulajdonképpen az atya, úristen, apám után a férjem. Igen? Kellényi Gyula, igen. És, na akkor a férjem, mint gépészmérnök elkezdett tervezni apának célgépeket. Aha. De akkor még nem voltunk házasok, és csinált neki rózsaszírom készítő gépet. Tehát ezt a nehéz fizikai munkát Gyula megoldotta, nem úgy, hogy most kimondom, megoldotta, legalább egy háromnegyed év volt, vagy egy év is, mire kijött az első szírom. Megoldotta, vagy csinált apának kiskutyára présgépet. És amíg apa egy 40 darab kiskutyát formázott, addig az a gép 400-at formázott. Óriási. Tehát hihetetlenül meglódult a termelési, a termelékenység, meg a piac felvevő képessége. Tehát olyankor volt ez az egész, mikor erre szükség volt. Mert most is le tudom gyárni, vagy le tudjuk gyártani, de hát nem kapkodnak úgy érte. Tehát nincs meg az, mi akkor volt. Újdonság volt. Újdonság volt, és egy és kicsit... finom volt, tehát igen, nem egy kiszárat. Egy kis exkluzivitás a szürkeségben. Tökélete. Na de egyébként akkor a papád minden mást is, ami a cukrásziparban megjelenik, mindenféle más süteményeket is. Mikortól? Nem, mikortól nem. Ez volt a fő foglalkozásunk. Ez volt, a marcipán, igen. Igen. Csak marcipánnal foglalkoztunk, Pilisvörösvárról vettünk egy kis parasztházat, azt berendeztük, és ott dolgoztunk. Az volt az na, üzem? Igen, de abban az időben nem lehetett fölvenni alkalmazottakat, csak a családtagok lehettek. És aztán megengedték, hogy három alkalmazott legyen. És azt úgy csináltuk, hogy nyilván apám Gyula, meg a öcsém, aki benne maradt a szakmába, öcsém igazi cukrász, Szamos László. Uh-huh. Ő cukrász. És úgy csináltuk, hogy kiváltották mind a hárman az engedélyt. Ehhez a Gyulának le kellett tenni a cukrászvizsgát. Apámnak, öcsémnek megvolt. Tehát három, mind a három, az már 9 alkalmazott. Anyukádról még nem sokat hallottunk. Hát anyukám, tulajdonképpen apám és anyám egy cukrászdába ismerkedtek, ahol apám cukrász volt, anyám meg kisasszony. És majd egyszer elmesélem, a életünkben rengeteg olyan pont van, ami egy másodpercen múlt egy teljes kanyar, más irány. Ez is ilyen volt, hogy a papa-mama összekerült. Született 3 gyerek, anyám egy nagyon kemény asszony volt. Apám, ezt nem is olyan rég meséltem valahol, hogy gyönyörű ember volt. Most nem azért, hogy az én apám, de tényleg nagyon szép ember volt. Anyám meg egy kis szolid vidéki lány. És apám, úgy becsülöm benne, ez nem a szexbombát, vagy nem tudom kit keresett magának, hanem gyerekeinek anyát. Tehát az anya egy igazi ilyen összefogó családot eltartó, irányító asszony volt. Szoktam is mondani, ha nem anya van, akkor nincs Szamos marcipán. Igen, ide akkor kellett az ő kőkemény munkája és az irányadása. Papa eltáncolta, meg sakkozta volna az életében. Olyan nagyon jól élt volna. Tudott dolgozni, nagyon tehetséges volt, de kellett mellé az az asszony, az én anyám. És ő nem foglalkozott a marcipánnal? Nem, nem, de mindent csinált. Hát nekünk enni kellett adni, tiszta ruhát adni, takarítani, mandulát, a marcipánt csinálni, azt tudta. Tehát gondoljátok el, hogy ezt a szemenként lehúzni
a mandát, hogy mi munka. A héját. A héját, mondjuk 5 kilónak, 10 kilónak, 100 kilónak, nagyon komoly. Te is munka. A férjed nem talált ki arra is egy gépet, hogy de, hogyan lehet. De az már akkor már célgépesíteni. Mindent, mindenben. Meghívlak egyszer egy üzemlátogatásra. Engem is baromira is. Jó. Egyszer, és akkor megmutatom a régi gépeket, és akkor, hogy ma mi van. Na és akkor férjem, és képzeljétek el, apa 60 éves volt, hát éjjel-nappal ült a márványasztal mellett, mikor infarktus kapott. És nem is akármilyet, hogy na hát, klinikai halál, úgy élesztették újra. És többet nem dolgozhatott. És ott volt egy kis ipar, amitől szeretem ezt a szót, hogy megpendültünk. Tehát tudtunk vásárolni, tudtunk élni. És akkor a papa infarktus kap. Én, mint matematika, fizika, fiatal tanár, semmi. Akkor a bátyám... Tanítottál? Tanítottam, 10 évig állományban voltam. A bátyám, ő közgazdász lett, és vidéken volt vállalatoknál abban a státuszban. Öcsém meg fiatal volt, 17 éves. És akkor most mi lesz? Hát egy darabig még mit a lendület, és akkor utána föltettük a kérdést, hogy mit csináljunk, és a férjem, aki mérnök volt, és nem is akármilyen. Azt mondta, hogy elvállalja, hogy ezt a kis pici maszek céget, nem, még nem lehet, üzemet irányítja. És akkor a férjem felmondott, ismétlődött, hogy a papának, csak amikor behívták a férjemet a minisztériumba, akkor azt mondták neki, hogy Kelényi elvtárs, ugye mi még tudjuk ezt a szót. Ha nem sikerül ez a marcipánozás, a mi kapunk tárva nyitva van maga előtt. Hát akkor nem akármilyen szakember volt a te és milyen jól esett eznek abban az időben. Első üzlet? Párizsi utca. Az elég jó helyen kezdtetek gyerekek. Hát, ez is egy érdekes Párizsi dolog. Utca, nem? Igen, de a papának volt egy bőrdiszműves barátja, aki megöregedett, fáradt feladta volt. Az ipart. És azt mondta, hogy csináljatok itt valamit. És akkor... Így lett egy én a marcipán. Én tudom, hol volt az. Párizs utcában, egy abszolút, zöld arany. Így van. Na, igen. Akkor még tanár voltam. És azért gondoljátok el, hogy egy kicsit a sznobként is úgy éreztem, ez egy jó volt, jó. Gyula mérnök, én tanár, jaj, de jó. És elmenni cukrászdát csinálni. Ez egy kicsit olyan zsenánt volt. És akkor azt mondtam, na jó, akkor én most csinálok egy cukrászdát. Hogy kérdezik anyám még is, hát betesszük a vitrint, és akkor miért kell, kifestjük fel? Mondom, nem, én ebben nem jövök így el. Nem tudom, hogy emlékeztek? Ilyen világos faragott, aranyozott tükrök, csiszolt tükrök. Én emlékszem, hogy oda bejöttek az emberek, fantasztikus. Csináltál egy ékszerdobozt? Hányban volt ez? 86-ban. 86-ban. És hát azt megcsináltam. Nagyon és be is álltál? Vagy azt azért nem? Az igazság szerint, hát ugye én matematika szakos voltam, most adtam 3 szem bombont, 3x17. És akkor én rémülten néztem, én nem kötelező tudni számolni, gondolkozni kell tudni. És persze, akik vártam, míg kiszámoltam, majd ránéztem a vevőre, hogy 3x17, és akkor mondja, hogy jó, kérem. És ha tévesztettem, mert nem előfordult, akkor ingyen adtam oda. Akkor nehogy már itt a szégyenbe. De és akkor még csak marcipán volt? Csak marcipán, meg fagylalt. De van olyan a családban, aki nem szereti a marcipán? Nincs, hát nincs. Mondom, ez egy nagyon nemes anyag. A marcipán jó. Akkor az volt egy a bőrdiszes bácsi ott maradt velünk, ismerte a vevők, fantasztikus kiszolgáló. Eleinte táskáért mentek oda, igen. Marcipánért. És akkor azt mondja nekem, hogy Gabikám, állj te ide félre, nézelődjél. Hát elmegy a haszon, ha te szolgálsz. Te mindenkinek ingyen odaadod a marcipánt. Na így azért nem igazán tudok kiszolgálni. És mikor jelentek meg az első másmilyen sütemények? Ez a Párizsi utcai marcipán volt, az is volt a neve, hogy marcipán. Ment évekig, és akkor valaki felajánlotta, hogy legyen cukrászdánk. Uh-huh. Hogy mi? Krémes, meg dobostor, papában az agyában benne volt minden recept. Apám tanácsadónk volt, nem tudott már dolgozni a betegsége után, de velünk volt, együtt éltünk. Uh-huh. És azt mondja, hát próbáljuk meg. Akkor leült a család, mindig egy ilyen asztal körül összejött, papa, mama, gyerekek, sógornők, hogy akkor ezt hogy csináljuk.
És szavazni kellett, hogy legyen egy cukrászdánk, vagy ne. És ősém azt mondta, hogy ő fél, mert olyan nevesek vagyunk, vagy ismernek a marcipánról, hogy milyen minőséget adunk. Ha nem sikerül majd a krémes vagy a pogács, akkor úgy lehúz minket. Ez volt az ő véleménye. Féltett a brendet. Igen, igen. És akkor én meg azt mondtam, azért szavaztam igennel, mert apám minden karácsonykor csinált krémest. Na jó, de hát az karácsony volt, és megettem egyet vagy kettőt, aztán vártam egy évig. És akkor azt mondtam, gyerekek, én szavazok, mert akkor minden nap ehetek krémest. Elvi szavazás történt. Na, így aztán, igen, megcsináltuk a budai cukrászda, volt a Böszörményi úton. Megvan, hogyne, most is van ott. Megvan, megvan. Hát ez tombolt. Képzeljétek el, egyszer hazajött a férjem a munkahelyről, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy tudunk krémest csinálni. Mondom, miért? Mert kiszámolták a önköltséget, és annyira jön ki, mint egy dobostorta, vagy egy... És nem fogja senki megvenni, hát 40 forint, a legolcsóbb volt mindenhol a krémest. 40 forint, micsoda árak, ez tiszta. Mondtam a férjemnek, hogy csináljunk, majd két hónap múlva meglátjuk, ha nem megy, nem megy, de kezdjük el, hát ezért lett cukrászdánk. Nagyon-nagyon megy. A legnépszerűbb termék. Mert már elég csinálnak krémest, mi az valami extrémül bonyolult nem, mi a dolog? Papa recept, szóval mi mindent visszanyúltunk a száz évezet. Teljesen, és betartjuk, és ilyenek a menyeim is, akik ma már ilyen posztok vannak. Hogy, hogy találtál ilyenek egyre, hogy bírtad rá a gyerekeket, a fiúkat? De, illetve, van egy ilyen mondás, mostában mondogatom, a szerencse oda megy, ahol várják. Én el voltam. Ez jó doma. Szóval, hogy mondjam? Hát én most kiállok a kapuba, és még éjjel is ott fogok állni, hogy jöjjön a szerencse. Ja. De amikor a fiúk ilyen 17-18 évesek lettek, akkor leültettem őket. A sezlonyra, vagy nem is a heved, mindegy, leültettem. És azt mondom, most akkor elmondom, hogy milyen feleséget szeretnék. Néztek, hogy mi? Hát ez nem voltak olyankor. Mondom, mindegy, csak hagyd mondjam el. Na most mondok nektek, 6 dolgot mondtam 17-18 éveseknek. Egy. Nem tudom, ti hogy álltok például, de nem dohányozhat. Ugye, majd a gyerek majd szülnek, és a cigaretta nem olyan jó dolog. 2. Hogy beszél az anyjával? Mert ha az anyjával kedves, vagy pikírt, vagy undok, vagy... Ugyanúgy fog veletek is beszélni, mert ő nem változik meg. Szerete enni? Nagyon fontos. Mert a szerelem munka, mert a gasztronómia legalább olyan az életbe, az örömszerzés. Tényleg? Igen. Ez milyen jó. Tehát szeresse, mert ha csak ilyen párizsit csipeget, akkor milyen felesége. De nem kell tudni főzni, csak szerete. 70 kiló alatt nem lehet menni. Csak 5. szempont. Igen? Az is, milyen a szobája? Van egy hangulata. Látjátok a cukrászdáimat? Aha. Nálam nagyon számít a hangulat. Így van. Ha bemész egy, nem csak a krémest, a dobosok, nem, érez jól magad. És nyilván, ha a lakás olyan, hogy ki vannak plakát, vagy hogy legyen benne olyan otthonosság. És tudjátok, mit ajánlok még egy mai fiatalnak is, mert ugye ez már régen volt, hogy ülj be a kocsiba mellé, és figyeld, hogy vezet. Ha megy, és mindenki ülje marha mellette, akkor az, az nem az igazi. Előzékenyebb, betartja a törvényt, a szabályt. Mert ezt megírtak, jó. Mert ha betartja, az élet más részében is betartja. Gabikám, másodállásban te elmehetnél ilyen házassági tanácsadónak, coachnak. Erre azt mondja a fiatalabbik fiam, az Ádám, az osztálytárs, hogy kamaszul. És ha ilyet nem találok, nem nősülhetek meg. Nem mondom, Ádám, megnősülhetsz, csak hát hagyd mondjam el, hogy én mit szeretnék. És megjegyezték ezek szerint, mert csupa jót hallottam tőled a mennyeidről. De, nagyon sikeres. Sikeres. Képzeld el, hogy anyám, apám, a férjemet szerette az összes gyerek, hárman voltunk meg, a legjobban. Imádták. Anyám imádta a férjemet. 96 éves koráig főzött rá. Mert aki dolgozik, ugye régi vágás, annak melegkoszt, házikoszt kell. Nagyon szerették. És tudjátok, van egy ilyen mondás, hogyha ahol van akasztott ember, ott abban a családban még lesz akasztott ember. Ez egy ilyen pszichológiai mondás. És akkor
lecsorognak a dolgok. Például az, hogy anyám még nagyon szerették a Gyulát, sőt a legjobban, én meg most a menyeimet. Szóval ez is, én szeretem a fiaimat, meg jól vagyunk. Egyikkel munkatárs vagyok, együtt dolgozunk, másikkal meg együtt lakunk. Együtt remélem, élünk. Hogy betartod azt, ami az én alapelvem, hogy vagy igazad van, vagy családod van. Ja. És nem szólsz, nincs kérdés, nincs tanács. De. Van? Hát miért ne le? Hát mi van okosak és bölcsek, és nem érzed, hogy sokkal jobb nekünk most, mint régen? Tehát annyi minden tapasztalat. De beleszólsz az életükbe? Tudom, hogy beleszólásnak nevezem-e, de mondom a véleményemet. Igen, mondom. Én igen. Te igen, hát Katica? Mondjál rá példát, hogy mi az, amit nem lehet elmondani egy fiatalnak. Én sem mondom, nem. Igyekszem nem mondani, de én meg nem vagyok az az alkat, aki sokáig csöndben marad. Úgyhogy előbb-utóbb aztán mondom. Nincs véleménye. Nagymamának nincs véleménye. Jaj, nekem van. Én véleményt mondok. Unokáknak is? Persze, most tanítgatom már őket, 12 éves Kamilla, és mondok neki dolgokat. És járod az üzleteket, nézed, hogy milyen a minőség? Ahol munka van, persze, a minőséget folyamatosan, de most már ebben benne van a többi családtag is, az egyik kismenyem, az Ádám fiam felesége, ő én utám lett a fejlesztő, arculatos, meg hát minden, mint tulajdonos, mindenes. És nagyon jó ízlése van. Nagyon jó. Például azt mondja valaki a termelési értekezleten, hogy annyira drága a vaj, hogy nem Islerből nagyon sokat adunk el, nem lehetne a fele vajat kiváltani egy jó minőségű margarinnal, fele legyen margarin. Nyitom a számat, és kismenyem már megszólal előbb. Szó se lehet róla. És ez jó. Ez tényleg jó. És véletlenül mindenki beolvadt a családba, tehát a fiúk is bementek, és a dinasztiát öregbítik, és aztán a mennyek automatikusan követték, ez vagy eleinte akartak más csinálni. Nem akartak más. A férjem bármit engedett volna, hogy a fiúk tanultak, és hát elmentek egyetemre, mert ha mi hozzánk jönnek, 500 ember között már minden szakma van. Jogászunk nincs. De majd lesz. Én a kisunokám. Tehát bármit csináltak volna, vagy mehetett volna eladónak, vagy DJ-nek, vagy bárminek, de én nem. Én pici koroktól úgy neveltem, hogy te tovább viszed, te cukrász leszel. És miért akartad, hogy tovább vigyek? Hát mert láttam, hogy épülünk. Hát micsoda öröm volt besétálni a Párizs utcába, és áll a sor, és az emberek örülnek. Aha. Tehát egy örömforrás. Az... Volt olyan konkurencia, ellenség, aki keresztbetett? Nektek? Nem kell nevet mondani. Nem feltétlenül konkurencia, hanem csak... Volt. Lehet, hogy nem vettem észre, de nem volt. Nem. Képzeljétek el, hogy volt egy nagyon ügyes házaspárunk, aki ezt a kézi figurát hozta be a szortimentbe. Nagyon ügyesek voltak. A lány orosz táncosnővőt úgy jött Magyarországra, a fiú meg zenetanár. És nagyon ügyesek voltak. És jó pár év után, amikor nálunk dolgoztak, közölték, hogy elmennek és önállósodnak. Tehát volt ilyen. És akkor férjem, hát én néztem a férjemet, hogy mit csinál, vagy hogy lesz ez. Képzeljétek el, hogy adott nekik anyagot, meg nem volt hengergépük. Megmondta, hogy honnan veszük a dobozokat. Teljesen elindította őket. A konkurenciát így lábra állította? Igen. Tehát nem úgy éltük meg, hogy hű, disznók. Olyan magabiztosak voltatok, vagy olyan jólelkűek. Meg minket mindig mindenki segített az életben. Azért ez nagyon klassz dolog, szerintem. Akkor ezt ugyanúgy vissza kell adni. És azt még mit mondott az édesapád, hogy a francia krémesnek nincsen osztálytudata, vagy ja, valami? Hát akkor még nem is öltük így egymást az országban. Ja. Ma akkor is azt mondta, hogy gyerekek, a krémes mindenkié. Nincs jobboldali, baloldali krémes. Mi? Ez teljesen jó mondás, ezt ki lehetne írni a Szamoséghoz, a krémes mindenkié. Mindenki. Gabika, ez nagyon jó beszélgetés volt, nagyon meg vagyunk hatva, hogy itt voltál. Elmondom, hogy kint vár minket egy doboz marcipán, amit fenékig fogunk üríteni.
a Katival, pedig egyikünknek se hiányzik. Ő cukkerilag, én kövérségileg, és mégis. Köszönjük, köszönjük szépen, hogy voltál, sok sikert a negyedik generációknak is. Igen, igen. Szabolcséknál. Szüntelen termék megjelenítést hallottak, mert úgy hívják, ahogy a terméküket hívják. És egyébként is a marcipán az összefort Magyarországon, nincsen másmilyen szamos tudata van ennek az országnak marcipán ügyben. Úgyhogy a termék megjelenítésért elnézést kérünk, és egyébként pedig jövő héten is lesz ilyen. Hámori Gabriella. Hámori Gabriella jön. Színművésznő. Szerintem a legszebb magyar színésznő egyike, hogy ne sértődjenek meg a többiek. Így pontos. Viszontlátásra. Viszontlátásra.